Kvadok és motorok lepték el a nagykanizsai crosspályát szombaton. A technikai napra legtöbben Pécs és Budapest környékéről érkeztek, hogy beállítsák a gépeket a versenyidőszakra. A rendezvény célja az, hogy mire beköszönt a versenyszezon, a pilóták felkészítsék a járműveiket, és megtalálják a legoptimálisabb beállításokat. Igazából ez csak ilyen technikai beállítások lesznek az autókon, illetve a motorokon. A következő a felállás itt, úgyhogy a téli időszakban ugye leállás volt a motoroknak. Előveszik a motorokat, meg kell csinálni a guminyomást, kicserélni a dugattyút, hengert, olajcserét csinálnak a motorokon, és akkor ilyenkor kezdődik az, hogy beállítják a rugózást, illetve a motoroknak a technikai beállítása történik. Ez egész nap folyamatos, ugyanis nem egyszerű egy ilyen motorokat olyan szintre felhozni, olyan beállításokat csinálni, hogy a versenyzőnek megfeleljen. A technikai részleteken kívül fontos a kondíció is, tudtuk meg Varga Norbertől. Nem elég, ha csak az edzőtermi gyakorlatokra fektetik a hangsúlyt a versenyzők, fontos, hogy a motorokon is jól teljesítsenek. Az edzőnapoknak a lényege, hogy mire jönnek az országos bajnokságok és az éles versenyek, addigra a srácok, illetve hát a lányok is, hiszen jó pár lány indul a versenyeken, egy olyan edzettségi szintet érjenek el, hiszen itt kevés csak a konditermi edzés, ugye az célzott edzés az ugye karván-láb, kvadozni, tehát kvadversenyezni úgy tudsz jól, hogyha kvadozol, természetesen szükséges az összes többi edzési forma is. A Kanizsa Motocross Sportegyesület legközelebb ősszel tervez hasonló technikai sportokat felvonultató eseményt a kanizsai pályán.